Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Szeretném megkérdezni, hogy jelenlegi világhelyzettel, meg itt ami Magyarországon van helyzettel, mennyire vagytok elégedettek? Teljesen? Tökéletesen? Szinte? Szinte tökéletesen? Ki az, aki nem elégedett? Ja? Az, ami a világban folyik. Tehát nem vagyunk elégedettek? Nem? És mi baj van a világgal? Sok a tudatlan ember? Nagy az elnyomás. Nagy az elnyomás? Szeretetlenség. Szeretetlenség? Etikátlanság. Széthúzás. Micsoda? Széthúzás. Ja, széthúzás. Igen, és még? Ez is bőven elég, mindegy. Jó, tehát nézzük akkor, hogy mit lehet ezekkel tenni. Tehát itt vagyunk mi emberek, állítólag értelmesnek tartjuk magunkat, nem? Állítólag. Legalábbis a legtöbb ember ezt gondolja magáról, nem? Már nem biztos, hogy ezt látjuk. Hogy a legtöbb ember értelmesnek annyira nem biztos, hogy látszik, vagy nyilvánul meg, látszani látszik értelmesnek, csak a megnyilvánulás nem biztos. Na most mit értünk azon, hogy értelmesség? Tehát, hát hogy az ember képes a gondolkodásra, és a gondoskodás alapján cselekszik. Tehát nem az ösztönei alapján, hanem a gondolkodás alapján. Na most, mire hivatott az ember? Nézzük meg. Tehát mire hivatott az ember? Tehát a teremtésre. Tehát ugye az ember egy fura lény, mert két fajnak a keveréke. Akármilyen hihetetlen. Ugye a testünk révén a részünk, tehát a részünk van az állatvilágból. Tehát ami azt jelenti, hogy az állatoknak vannak ösztönei. Tehát az isteneknek nincs ösztönei. Tehát az isteneknek nincsenek érzelmeik, jó? Na most, ha valaki azt gondolja, hogy a világegyetemben egyetlen egy Isten van, akkor óriási tévedésben van, ami azt jelenti, hogy ha szószoros értelmében értjük, akkor valóban egy Isten van, hiszen azt teremtette azokat a lényeket, akik képesek a teremtésre, és milyen lényeket, de az a baj, hogy az ember amikor gondolkodik, akkor nehezen tudja elvonatkoztatni magát az anyagtól. Tehát a teremtés az nem az anyag teremtésével kezdődött, hanem ugye a teremtés úgy kezdődött, hogy a teremtő tisztán energia lényként megosztotta a saját energia lényét. Ami a mai értelemben mit nevezhetünk ennek? Ezt úgy nevezhetjük, hogy lélek. Na most gondold végig, a teremtő az mikor egyedül volt a világegyetemben, akkor az egész világegyetemben nem volt anyag, csak energia, és az az energia volt ő. Tehát az az energia volt ő. És ez, az az energia, az gyakorlatilag ami létezett a világegyetemben, az mind ő volt.
És akkor elkezdte ebből saját magát megosztani, és abból jöttek létre az energialények. Benned is van egy energialény, úgy hívják, hogy lélek. Mit gondolsz, mekkora lehet a benned lévő energialény? Hát az a legtöbb emberben, akiben tehát lélek van, mármint úgy értve, hogy mindenkiben van lélek, de a legtöbb emberben ez a lélek nagysága körülbelül egy borsó szemnyi. Tehát borsó szemnyi. Na most gondolj bele, na most ehhez képest a teremtő Danában hajdan a világegyetem összes energiájával rendelkezett. Na most gondold végig, a világegyetem mekkora. És azzal mind ő rendelkezett. És az év milliárdok során, sok-sok év milliárd, tehát kimondhatatlanul sok év milliárd, tehát számokban nem kifejezhető év milliárdok során, szépen osztotta meg magát, ami azt jelenti, hogy mint a amőba, amelyik osztódásra szaporodik. Tehát megosztotta a saját energialényét, és azokból lelkek lettek. Persze a teremtő is egy nagy lélek, csak ő nem borsószem. Tehát az ő energiája gyakorlatilag a világegyetemben mindenhol megtalálható. Mindenben megtalálható. És ugye elkezdte létrehozni az értelmes lelkeket magából, ezáltal társai lettek, és majd a lelkek elkezdték létrehozni az anyagot. Az anyagot. Na most a lelkek a világegyetemben minden egyes porszemnyi anyagot lelkek hoztak létre. Tehát ami azt jelenti, hogy nincs olyan anyag, amit ne egy bizonyos lélek vagy lelkek hoztak volna létre. Tehát az anyag magától nem tud szaporodni. Az anyagot azt teremteni kell. És tehát minden értelmes lénynek az lenne a szerepe, ami a teremtőnek volt a szerepe. Tehát ugye úgy hívják, hogy főisten, vagy atyaisten, vagy öregisten, de úgy is lehetne mondani, hogy teremtő. Maga a teremtő az azért hívják teremtőnek, mert teremt. És onnantól kezdve, mivel minden lélek belőle származik, a léleknek kutya kötelessége lenne a teremtés. És ha ettől elszakad, a teremtéstől, akkor ugye hova szakadhat el? Két dologban szakadhat el. Az egyik, hogyha nem teremt, hanem rombol, és ez nem kell más, csak hogy nagyon sok rosszat éljen meg az a lélek. Tehát rosszat. Nagyon sok negatív dolgot éljen meg. Vagy egyszerűen nem akar se rombolni, se teremteni. Mondjuk lustálkodik. Na most, ha ezt megnézzük, akkor három különböző energiáról beszélünk. Az egyik, mikor egy lélek rombol, akkor az negatív energia. Tehát magyarul az a lélek negatív. Amikor teremt egy lélek, akkor az a lélek pozitív. Teremtés gondolkodás nélkül nem megy, rombolni lehet gondolkodás nélkül is.
A féleszűek is tökéletesen képesek rombolni, de teremteni nem. És van egy harmadik, egy semleges. Se nem rombol, se nem teremt. Ők a lustálkodók. Akik nincsenek tisztában a saját energiájukkal, illetve a saját szerepükkel, mondhatjuk azt, hogy saját sorsukkal. Tehát akik a világegyetemben szembefordultak a teremtővel, az mind kizárólag azért fordult szemben, mert rettenetes sok negatív dolgot élt meg ugye az évmilliárdok során, és ezért ugye átment negatívba, és a negatív meg a pozitív nem tud megférni egy térben. És a két energia között, ha a szellemlény, ha az egy áram például, akkor kisütések keletkeznek, tehát az azt jelenti, hogy, szembenállás keletkezik a két energia között. Tehát a pozitív és a negatív lény, vagy akármilyen pozitív és negatív, például a nézd meg, miből vannak a villámok, a pozitív és negatív töltésű levegőkből, és annak a kisüléséből. Tehát nem fér meg egy légtérben, tehát egy térben, nem fér meg a pozitív és a negatív együtt. És ezért ugye szembehelyezkedtek a negatív lények a pozitív lényekkel. Na most, de annyit érdemes tudni, hogy nekünk földi embereknek vannak uraink, nem a földön élő uraink, ami azt jelenti, hogy ez olyan, tehát talán nem is így lenne jó kifejezni, hogy uraink, hanem szüleink. Tehát olyan, mint a szülő a gyereknél. Tehát van egy kisgyerek, és vannak a szülők. Na most mi vagyunk itt a Földön a kisgyerekek, és a szüleink pedig a felsőbbrendű lények. Tehát a világegyetemben a Föld az csak egy parányi lélekszámú élőlényekkel teli bolygó. Ami azt jelenti, hogy a világegyetemben, ami 8 milliárdunk, az elenyésző szám. Oké? Tehát most csak az értelmes lényekről beszélek. Na most, de ez a Föld nevű bolygó, ez gyakorlatilag egy óvoda. Nem egy iskola, egy óvoda. Mert jelen állapotban az iskolára alkalmatlan. Tehát nincsenek olyan fejlettségi szinten az emberek, hogy ezt a bolygót iskolának lehetne nevezni. Ez egy óvoda. Ami azt jelenti, hogy az óvodában is tanulnak az emberek, ha megnézed, de még nem léphettek felsőbb osztályba. Oké? Tehát még az emberiség nem lett nagykorú. Nem nagykorú, iskoláskorú. Na erre lenne egy lehetőség, hogy az emberiség az iskolás korba lépjen. Ezt úgy hívják, hogy aranykor. Sokan azt mondják, akik szellemi emberek, sokan kisebbség. Tehát a többséghez képest azt mondják, hogy aranykor van. Én meg azt mondom, hogy messze állunk attól. Jó, tehát a többség nem azt mondja, hogy aranykor van a szellemi embereknél, hanem azt, hogy afelé kellene haladni.
Tehát az aranykor lenne az iskola. Tehát mit jelent egy iskola? Az, hogy tanulsz, fejlődsz. Oké? Tehát a tanulásod alapján fejlődsz. De nem lehet egy olyan bolygón fejlődni, ahol mindennapos az elnyomás. Érted? Ami azt jelenti, hogy ha az elnyomás közepette fejlődnek, akarnak fejlődni az emberek, akkor vagy lehetetlen, vagy el kell valamilyen szinten szeparálnia magát a fejlődőnek a többiektől. Ha ezt nem teszik meg, nincs fejlődés. Tehát nem véletlenül az, hogy azok, akik a beteljesülés szintjére fejlődtek, azok még a középkorban is, ahol nem volt technika, vagy legalábbis ilyen szinten, azok elvonultak zárdába, vagy kolostorba, vagy elvonultak remetének, és ott fejlődtek. Olyanokkal, akikkel ezt meg lehetett csinálni. Tehát hasonszörűekkel csinálták ezt meg. A mai világban el lehetne vonulni zárdába, meg kolostorba, mert ilyenek vannak. Csak az nem alkalmas a tömegek számára. Tehát ami azt jelenti, hogy nincs annyi zárda, nincs annyi kolostor, hogy ezt meg lehessen valósítani. Ezért ehhez a jelenlegi helyzethez kellene alkalmazkodni. A jelenlegi helyzethez való alkalmazkodás pedig azt jelenteni, hogy az ember egyre többet van olyan emberekkel, akik hasonszörűek, mint ő, és egyre kevesebbet, akik visszahúzzák az anyagi világba. De ezt én nem értem, hogy miért olyan nehéz megérteni. Tehát vannak olyan jó mondások, hogy aki korpa közé keveredik, megeszik a disznók. Meg sok lúd, disznót győz. Tehát ez mind ahhoz példa, hogyha te az életedben ugyanazt éled, mint a többi ember, akkor ugyanoda jutsz, mint a többi ember. És hova jött a többi ember? Nézzük meg. Oda jut a többi ember, hogy mielőtt meghal, ha csak nem hirtelen hal meg, tehát mielőtt meghal, végig gondolja az életét, hogy mennyi mindent elszalasztott, elmulasztott, nem csinált meg. Ha ezt nem az életében csinálja meg, akkor a halála után. Tehát hogyha valaki gyorsan meghal, és nincs ideje végig gondolni az életét, akkor a halála után szembesül azzal, hogy ő igazából nem hajtotta végre a feladatát. És azt tudom mondani, hogy körülbelül 100 000-ből egy hajtja végre a feladatát. 100 000-ből egy. Tehát mai bolygó lakosság szinten nézve ez, ugye azt mondja, hogy ha jól számolom, 80 millió ember csinálja ezt meg körülbelül. Tehát vagy 80 000? Tehát 80 ezer hajtja végre igazából az életfeladatát. Tehát mi lenne az életfeladatod?
hogy kikerülj ebből a reinkarnációs folyamatból. Érted? Ez lenne a sors feladatod. Tehát ma a világon körülbelül olyan 80 ezer ember jut ki a reinkarnációból, a reinkarnációs körforgásból, a 80 milliárdból. Tehát 100 ezerből egy. Tehát 100 ezerből egy. Tehát 80 ezer ember. Na most 100 ezerből egy, az kiszámolhatod, hogy hány százalék. Oké. Na most mit jelent a reinkarnációs folyamat? Egy olyan reinkarnációs életed sem volt, ahol ne szenvedtél volna. Világos ez? Mi a francot akarsz szenvedni állandóan? Csak úgy kérdezem. Miért jó az neked, ha szenvedsz? Ahhoz, hogy az ember ne szenvedjen az életében, ahhoz tudásra van szüksége. Akkor nem tud az ember szenvedni, ha minden történést, ami vele történik, közvetlenül vagy közvetve, tehát érinti őt közvetlenül vagy közvetve, azt megérti. Na most ehhez nem kis tudásra van szükség, hogy az ember ezt megértse. De az ember eljut oda, hogy megértse ezt, akkor oda is eljut, hogy mi az élet értelme, és oda is eljut, hogy lehet ebből az egészből kilépni. És ami a legfontosabb, hogy oda is eljut, hogy etikusan tudja élni az életét. Tehát, hogyha valaki olyan tudást szerez, hogy minden olyan történés, amit közvetlenül vagy közvetve történik vele, tehát érinti őt, megért, azzal nem csak ezt a tudást kapjuk meg, hanem mindent, mindent, ami ahhoz kell, hogy az ember etikus legyen, fejlődjön, és kikerüljön ebből a mókuskerékből. Tehát a mókuskerék az azt jelenti, hogy mindig oda térsz vissza. És tudod, mi a mindig oda térsz vissza? Hogy mindig emberbőrbe beszületsz. Jó, ezzel kapcsolatban vannak kamuk, jó? Hogy te állatnak születsz, meg kőnek, meg ilyen baromságoknak. Erre olvashatsz, jó? Ez mind baromság. Eleve ott kezdődik, hogy energia mindenben van. A halott anyagban is van. Tehát egy kődarabban is van energia. Ezért, mivel nem tudom, miért kell ezt összekeverni, és megkevertetni ezekkel kapcsolatban az embereket, akkor életenergia, ez egy másik típusú energia, minden élőlényben van. Tehát mindenben, de lélek csak az értelmes lényekben van. Mert a lélek miatt gondolkodnak, egy kő nem tud gondolkodni. Abba csak energia van. Egy állat vagy egy növény nem tud gondolkodni. Csak egy értelmes lény tud gondolkodni. Az értelmes lények legfejletlenebbik faja az az ember. Tehát az értelmes lények legfejletlenebb faja az az ember. Miért? Mert az ember, mint az elején belekezdtem, nagyon hasonlatos az állathoz. Ami azt jelenti, hogy úgy alkották meg az embert, sajnálatos módon, hogy félig állati működéssel rendelkezik, és félig emberi működéssel. Ha megnézed a testedet, az is félig állati működés, hiszen szőrös. Világos ez? Egy értelmes lénynek a testje
egy isteni lénynek a teste az nem szőrös. Csak az állatnak, de azon belül is az emlősnek. Világos ez? A madaraknak tollas, a hüllőknek meg pikkelyes, meg a halaknak is. Oké? Tehát ebből látni, hogy elég sok közünk van az emlős állatokhoz. Oké? Na most, de ennek révén van egy sajnálatos dolog, mégpedig az, hogy van egy olyan fajta működésünk teljes egészében, mint az állatoknak. Hogy a megélt történések alapján viselkedik bizonyos helyzetekben. Na most ezt azt gondolhatod emberként, hogy ez jó. Nem jó. Mert nem a megélt történések alapján kell viselkedni egy helyzetben, hanem gondolkodás alapján kell viselkedni egy helyzetben. Tehát mondok erre példát. Jó, és hogy mindjárt megértjük, hogy mi a különbség. Egy majom és egy gyerek kísérlete volt. Tehát egy fiatal majom, meg egy fiatal gyerek kísérlete, amelyik egyik se látott még, tudjátok, van ez a gömb, és vannak rajta ilyen idomok, ilyen idomhelyek, ahova be lehet rakni egy bizonyos idomot egy helyre. Ez egy játék, egy logikai játék a gyereknek. És a gyereknek, tehát kipróbálták, hogy vajon a majom bele tudja tenni a gömbnek a megfelelő lukába azt az idomot, ami beleillik abba a lukba, mert minden lukba csak egy idom illik bele. Tehát megmutatták a majomnak is, meg az embernek is, hogy ezt bele lehet rakni. A majom képtelen volt belerakni, a gyerek pedig kilogikázta. Világos ez? Tehát az állatnak, pedig ugye a majom a legértelmesebb állat, a csimpánz, nem tudta megcsinálni. A gyerek azt simán megcsinálta. Tehát mi az, hogy logikál, kilogikázta, gondolkodott, és megoldotta ezt a kérdést. Tehát egy értelmes lény azt tud gondolkodni. Na most a gondolkodás részünk az a jobb agyféltekénk. Az ösztön részünk, az állati rész, az a bal agyfélteke. És ez a kettő sosem működik egyszerre. Vagy az egyik működik, vagy a másik működik. Rossz állapotban a bal agyfélteke működik, az ösztön jó állapotban a jobb agyfélteke működik. És ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag, hogyha bekapcsol a bal agyfélteke, akkor lekapcsolja a jobb agyféltekét. Tehát egyszerre nem tud a kettő működni. Tehát vagy ez, vagy az. Ez a bizonyíték arra, meg a testünk, ahogy kinéz, ugye arra, hogy elég sok közünk van az állathoz. Tehát egy rossz állapotú embertől te ne várj gondolkodást. Egy rossz állapotú ember pont úgy működik, mint egy állat. Ami azt jelenti, hogy azokat a történéseket, amit megélt, annak a tapasztalat alapján cselekszik. Tehát például a múltban mondjuk az volt a megoldás, hogy megijedjen, és ezáltal megmerevedjen. Akkor a jelenben hasonló helyzetben ugyanaz az ember ugyanattól a felé áramló információktól ugyanúgy megmerevedik, és nem cselekszik. Világos ez? Ugyanazt csinálja. Na most ez egy állatnál teljesen jó tud lenni. Tehát például, mit tudom én, hal egy zajt, és akkor inába szakadva rohan, mert ugye a, mit tudom én, a szülő állattal ugye együtt a kis állat ezt megtapasztalta.
és hát hasonló zajtól, vagy ilyen hangosabb zajtól, ugyanúgy megérdez, fut. Na most, ha megnézed, olyan állattal nem fogsz találkozni, amely nem fél. Amely nem fél. Még a legnagyobb állat is fél. Világos ez? Tehát nincs olyan állat, amelyik nem fél. A bogarak is félnek. Hát nézd meg, menekülnek. Na most, ez is egy bizonyíték arra, hogy mennyire közünk van az állatokhoz. Mert az ember is hajlamos a félelemre. De most gondolj bele, ha egy lény nem képes meghalni, ha örök életű, akkor mitől féljen? Csak úgy kérdezem. Mitől féljen, ha nem képes meghalni? Na most már pedig a lelked, ha nem képes meghalni. És a lelked az örök életű. Tehát ha a lelked, ha kiszabadul a testedből, akkor átmegy a napon. És semmi baja nem lesz. Érted? Na most, ami azt jelenti, hogy egy értelmes lény, amelyik tudja a saját maga működését, tudja, hogy hogyan működik a lelke, és ismeri a testének a különböző működéseit, akkor működhet úgy, mint egy teremtő. Ugyanis a fentiek, az istenek, a hozzánk képest istenek, azok nem félnek. Hozzánk képest az istenek, azok, tehát azért mondom, hogy hozzánk képest, ugyanolyan lelkek, mint mi. Csak nem ilyen testben vannak, mint a miénk. Tehát ők nem félnek, nincsenek érzelmeik. Nincs bennük sajnálat. Oké? Nincs bennük együttérzés. Empátia van. De egyszerűen az emberek az empátia közt és az együttérzés közt nem tudják a különbséget. Ég és föld a kettő. Az empátia egy beleérző képesség, az együttérzés pedig egy rossz hangulat. Ahol reaktív elme működik, a bal agyféltekénk, az állati részünk működik. De nagyon érdekes, mert ugye a furcsa lesz, amit mondok, főleg azoknak, akik ezt még nem hallották tőle, hogy a szex az ide tartozik. Hova? Az állati működéshez. A szerelem az állati működéshez tartozik. A szerelem. Tehát az állat szerelmes, kutyáknál nagyon látni ezt. Hogy milyen egy kutya, amikor szerelmes. Na, azt csinálják az emberek pont, amikor szerelmesek. Na szóval lényeg az, hogy na a szeretet az viszont nem az állatvilágból jött. A szeretet az a fenti teremtőktől jött. Tehát ez egy pozitív érzés, tehát a jó állapotú élőlényektől. Tehát, hogy mi nekünk a jó állapotú élőlények, illetve jó állapotú lelkek az uraink, azt onnan tudni, hogy mielőtt leszületünk, azért, hogy kibírjuk a csecsemő testet, kitörlik az összes tudást, és ha kitörlik a lélekből az összes tudást, akkor egy dolog marad, a feltétel nélküli szeretet. És ez minden csecsebőben megnyilvánul, ha nagy baj nem történt a 9 hónapban, míg az édesanyja hasában volt. Ha nagyon nagy bajok nem történtek. És akkor ez minden csecsemőben ott van, a feltétel nélküli szeretet. És ez azt jelenti, hogy
ők úgy intézik el, hogy leszülessünk, hogy bennünk van a feltétel nélküli szenetet. Tehát hogyha gonoszok lennének azok a teremtők, akik által ugye ide születünk, akkor nem így csinálnak, akkor nem rendelkeznénk a feltétel nélküli szeretettel, világos az? Tehát ugye ebből látni, ebből is látni, hogy mennyi közünk van a teremtőkhöz, és mennyi közünk van az állatokból, állatokhoz, mint amiket most elmondtam, ezekből látni. Na most gondold végig, hogy az emberek a 20. század elejéig, 19. század végéig egy ilyen reinkarnációs sorozaton mentek keresztül, és lehet, hogy már az Atlantiszon is reinkarnálódtak, vagy már azelőtt is itt reinkarnálódtak. Tehát gondoljátok végig, hogy hány életet élhettek meg, az körülbelül 1 milliárd ember. És azóta jött 7 milliárd ember. Jött. Vajon miért kellett jönniük? Na most annak sajnos nagy része itt maradt. Részt vett mondjuk a második világháborúban, meg az elsőben, gyilkolt. Most gondold végig, aki mondjuk gyilkolt az első vagy a második világháborúban, az utána hogy fejlődött olyan szintre, hogy visszakerüljen oda, ahonnan jött? Tehát egy olyan világban, ahol nincs elnyomás, onnan jöttünk. Tehát egy olyan világból jöttünk, ahol nincs elnyomás. És oda kellene visszajutni, ahol nincs elnyomás. Nincsenek elnyomók. Világos ez? De ha egy ember, itt tudom én, rákényszerült, hogy háborúzzon, és írtotta az ellenséget, annak esélye se volt, hogy utána visszakerüljön oda, ahonnan jött. Hát honnan kellene visszakerülni? Vagy hova kellene visszakerülni? Nézzük. És mit csináltam? Hoppá, rossz gombot nyomtam. Jó. Nézzük. Itt van. Tehát itt vannak a lelki szintek. Az azt jelenti, hogy az kerülhet vissza abba a világba, ahol nincsenek elnyomók, akik feljutnak a beteljesülés szintjére. De beteljesülés szintjére azok tudnak kerülni, akik elérik a küldetés szintjét. A küldetés szintjén már ugye egy átmeneti korszak van a fenti létforma és a földi létforma között, de még itt a bolygón. Ezt hívnánk aranykornak, ahol még emberként működünk, de már nincsenek elnyomók. Ezt 2035-re kellene megcsinálni. Tehát ha 2035-re nem csinálják meg, nem csináljuk meg az aranykort, akkor ezt a bolygót emberiségestől törlik. Tehát ha egy faj nem képes arra, hogy fejlődjön, nem képes arra, hogy alkalmazkodjon ahhoz a változáshoz, ami a világában van, tehát a mi világunk az nem csak a Föld, tehát nekünk nem a Földhöz kell változni, hanem nekünk a világegyetem ezer részéhez kell változni. Világos ez?
Tehát ami azt jelenti, hogy olyanná kell válni, amit elvárnak tőlünk. És az mit jelent? A feltétel nélküli, mutatom, mit jelent, jó? Hoppá, itt van. Tehát, hogy képesek legyünk szeretetben, békében és boldogságban együttműködve élni. Tehát szeretetben, békében és boldogságban együttműködve élni. Hát most nem tudom hány emberről tudod ezt, hogy erre képes. Hm? Környezetedbe. Most gondold végig, ha most akarnád megcsinálni, nem tudnád megcsinálni. Mert nem ilyenek a környezetedben az emberek. Érted? Tehát olyan emberekkel lehet szeretetben, békében és boldogságban együttműködni, akik erre képesek. Már. Világos ez? Már képesek. Tehát ha mondjuk van egy 10 fős társaság és abból egy képes rá, a sok lúd disznót fog győzni. Világos ez? Vagy amit imént mondtam, a korpa kövézé keveredett, akkor megeszik a disznó. Oké? Tehát csak akkor tudja az ember megvalósítani azt, hogy szeretetben, békében együttműködni, hogyha a többi embernek is ez a törekvése. És akkor nézzük meg, jó? Tehát, hogy nekünk az a célunk, hogy olyan mértékű, mennyiségű tudást adjunk az embereknek, de nem csak azt, hanem gyakorlási lehetőséget is, hogy képesek legyenek arra, hogy az életüket úgy éljék, hogy az élethelyzetéket megoldják, a problémáikat megelőzzék, ha netántán van egy probléma, akkor megoldják. Képesek legyenek arra, hogy elég tudásuk legyen az ember és az élet működésével kapcsolatban, hogy lelkileg fejlődjenek. És hogy bekerülhessenek ezáltal az aranykorba. És az ember tudást szerez, akkor itt van 10 életterület, ezen a 10 életterületen tud boldogulni. És az ember úgy működik, hogyha ezeken a területeken nem boldogul, akkor boldogtalan. Ha boldogul, akkor jól érzi magát a bőrében. Tehát azért mi csináljuk ezeket a dolgokat, mert a fentiek megbíztak vele minket. Hogy minél előbb, minél több emberrel induljon a lelki fejlődés útján. Ennek az egésznek a vezetője én vagyok, mert nekem kaptam egy olyan, tehát egy olyan fajta látomásom volt ezzel kapcsolatban, amin alapján indultam el ebben a dologban. És akkor mi lesz azokkal, akik nem hajlandók lelkileg fejlődni? Tudást és módszereket elsajátítani. Jó, ha tudod, hogy van kapcsolatom a fentiekkel. Ami azt jelenti, hogy olyan módon tudok velük kommunikálni, akár párbeszéd formájában. Tehát ehhez nem kell hangot kiadnom magamból. És olyan válaszokat tudnak adni az élet és az ember működésére a kérdéseim alapján, amit sehonnan máshonnan nem kapom meg. A képzésekben, ha olyan témáról beszélek, kapok információkat tőlük, mondhatnám azt, hogy online. Megkérdezek olyan dolgot, hogy mi várható, elmondják. Mi volt a múltban, elmondják. Ezt most már ugye tizenvalahány éve így van. Tehát tizenvalahány éve.
Na most ennek alapján ugye én közvetítek dolgokat, olyan dolgokat, amit nem olvastam, nem tanultam, hanem egyszerűen tudom, hogy úgy van. Tehát amit ők ők mondanak, azt tudom, hogy úgy van. Eddig soha semmiben nem csalatkoztam. Oké? Okay? És ugye onnan tudom, hogy jó entitásokról van szó, mert az etikát is tőlük kaptam, az etika szabályait is, és azt látom, hogy teljes egészében betartják az etika szabályait. Tudjuk, hogy aki a testét nem táplálja, az meghal. Ugye ez világos mindenki számára. 2012. december 23-tól lett egy átmeneti korszak. Most az átmeneti korszakban vagyunk, a hagyományos korszakok és az aranykor közötti átmeneti korszakban. Aki elutasítja a lelki táplálékot, tehát a lelki fejlődést, tehát a tudást az élet és az ember működésével kapcsolatban, tehát nem akarja a lelki fejlődést, az jó, ha tudja, hogy nem élheti meg az aranykort. Tehát nem élheti meg. Na most ebben egy gond van. Mi lesz vele? Jó, akkor gyorsan mondom, hogy a létközi állapotban egy virtuális valóságban vannak a lények, a lelkek. És ebben a virtuális valóságban X időt töltenek el. A múlt században, ez, múlt század vége felé ez 13 év volt, földi év, átlagosan. Most már ez kevesebb. Régen akár több mint 1000 évig voltak a létközi állapotban a lelkek. Elkészült egy olyan bolygó, ahol kőkorszaki körülmények között el lehet indulni újból a reinkarnációs sorozatban. Nem itt a környékünken készült, tehát csak úgy mondanám, hanem jó messze innen, kinn az univerzum szélén. És oda fogják tenni azokat a lelkeket, akik nem hajlandók az aranykorba bekerülni. Jó? És nem lesz mobiltelefon, meg technika, felejtsd el, jó? Tehát szépen kőkorszakból lehet újból csiholni, majd megtanítanak benneteket csiholni a, hogy hívják ott a kovát, érted? És a követ, hogy tüzet tudjál gyújtani. Szóval, mert még ugye a tűzgyújtás sem magától tanulta meg az embert itt a Földön, csak úgy mondanám, még a tűzgyújtás sem. Tehát még azt is meg kellett tanítani az embereknek, hogy hogy kell tüzet gyújtani. Jó, tehát amikor az emberek azt gondolják, hogy milyen okosak, hogy mennyi mindent kitalálnak, akkor jó lenne, ha tudnánk, hogy azt mind küldik információként. Úgyhogy erről ennyit. Szóval nézzük tovább, visszatérve oda a lelki fejlődésre, ide. Tehát ha megnézed, a legtöbb ember ezért küzd. Túlélés, biztonság szintjén, éldegél. Ez a legtöbb. Na most gondold végig, miért dolgozik, tehát megkérdeznéd az embereket, hogy miért dolgoznak. Tehát mint valaki azt mondaná, hogy legyen tartaléka, vagy azért, hogy legyen mit elkölteni. Érted? És akkor megkérdeznéd, jó, amit elköltenél, azt mire költenél? És akkor azt mondják, hogy vegyek ezt, vegyek azt, vegyek amazt, vagy menjek ide abból a pénzből, vagy menjek oda, megnézzem ezt, azt, amazt. Na most ez az élet? Tehát ha megkérdeznéd a legtöbb embert, hogy na apukám, miért születtél? Ma, és vagy anyukám, esélj már. Mit mondanak? Mi az életfeladatod?
mit mondaná? Az élet feladata az embernek egy. Nem öt, vagy tíz, egy. Mit mondaná? Ja, azért születtem, hogy egyek, igyak, de az már kettő. Az már nem egy. Mit tudom, gyerekeket csináljak, szórakozzak, pihenjek. Hát, de dolgozni is kell, azért nem születtem. Nem, ezt mondanám, valami ilyesmiket mondanák az emberek. De ez nem egy dolog. Ha több dologért nem születhetsz, akkor szét kellene szakadnod. Egy dologért születhetsz. Gondold végig, itt van a 8 milliárd ember, és 7 milliárd azért született le, hogy kihúzza azt az 1 milliárdot a slamasztikából. Tehát ebből a reinkarnációs folyamatból. Erre, ebből a 7 milliárdnak a javait rekedtek. Csak ezt tudom mutatni. Elmebetegség. És akkor ugye sok ember, mikor hall ilyen dolgokat, akkor anyáz engem. Érted, hogy ilyen hülyeségeket beszélek. Hát erre csak azt tudnám mondani, az a hülyeség, amit te csinálsz. Én legalább értelmes dolgot csinálok. Érted? Az embereknek olyan tudást tudok átadni, amit a mindennapokban tudnak használni. Ilyen egyszerű. Oké? És hála Istennek, nem kevés embernek. Ami annyit jelent, hogy elvileg legalább 320 milliónak kellene átadni most a tudást a következő pár évben. Ez elég nagy szám. Jó, addig még szaporodik a bolygó lélekszáma, és akkor pár tízmillióval több. De hát, és erre van egy módszer, amivel meg lehet csinálni. Egyetlen egy. Ezt úgy hívják, ezt az egy módszert, hogy hálózatépítés. Hála Istennek, és szellemi emberként ebben is van óriási rutinom. Hála Istennek. A hálózatépítés azt jelenti, hogy amit tudsz, átadod embereknek közvetlenül. És ők is, amit tudnak, átadják az ő embereiknek. És akkor ez a tudás, átadás, ez nem áll meg. Ez nem áll meg. Én a tudást, átadást folytatom 93 óta. 93 óta. 93 óta tanítok embereket. Az akárhogy nézzük, hány éve? 28? 28 éve. Tehát, ha csak egy nagyon egyszerű dolgot nézzünk, hogy miért születtek az emberek, három dologból. Tanuljon, tapasztaljon, és a tapasztalatát adja át, tehát tanítson. Na most ez azt jelenti, hogy ugye megnézed, kezdetben ugye nem tanítunk, hanem tanulunk. Majd tapasztalunk, tehát az élet ebből áll, három részből áll össze az életünk. Tehát 21 éves korig tanulunk. Elsősorban. 21-től elkezdjük szerezni a tapasztalatot, de hát az is egy tanulási időszak. Majd kellene kezdeni átadni másoknak a tapasztalatunkat. Tök mindegy, hogy mi a tapasztalatod. Ha arra van, aki nyitott, annak átadod. Az lehet, hogy mit tudom én, te zongorázni tudsz, akkor a zongorázást. Teljesen mindegy. Amit tudsz, add át. De hát ugye nem ennyire egyszerű a dolog, mert ugye van mindenkinek egy küldetése. Körülbelül 5 perc alatt bárkinek megállapítom a születési dátumából, hogy mi a küldetése, miért született.
5 perc alatt. És ezt el tudom neki mondani. Tehát, hogy konkrétan micsoda. És ez nem teljesen azonos. Tehát nem teljesen azonos az embereknél. De az biztos, hogy 7 milliárd ember az lejött azért, kihúzza a slamasztikából azt az 1 milliárdot. Ehhez képest az anyag elcsábította őket. Az anyag. Szó szerint. Pedig most gondold végig, melyik a fontosabb. Az anyag, amely mulandó, vagy az értelmes energia, ami halhatatlan. Melyik lenne a fontosabb? Tehát egy mulandó dolog a fontosabb? Tehát most nem azt mondom, hogy melyik nem fontos, hanem melyik a fontosabb. Oké? Tehát én nem mondom, hogy az anyag nem fontos. Csak azt kérdezem, hogy melyik a fontosabb. Csak hogy ebben tisztában legyünk. Tehát az anyag az mulandó. A lelkünk az örök. És akkor melyik a fontosabb? Melyiknek kellene több örömet adni? Tehát nem azt mondom, hogy a testnek nem kell örömet adni. Nem. Melyiknek kell több örömet adni? Hát nyilván annak kéne, ami nem mulandó, nem? Hanem örök. Nyilvánvaló. Melyik tud majd tovább élni? Hát nem az, amelyik elmúlik, nem a testünk. De ez a test a legjobb esetben is 150 évig képes élni. Annyi. A legjobb esetben is. És annyi. 150 év. A lelked az meg valószínűleg több millió éves. Legalább. Legalább. És gondold végig ez alatt a több millió év alatt mennyit tudhattál, mennyit tapasztaltál. És most azt gondolod, hogy annyi tudásod van, mint amennyi ebben az életedben szereztél. És ez félig meddig igaz. Azért mondom, hogy félig meddig, mert az összes életednek a tudása az el van mentve. Az mind el van mentve. És mind arra vár, hogy visszakapd. De addig nem kapod vissza. Ameddig inkarnálodsz. Na most gondold végig, benne nem voltak olyan gondolatok életed során, hogy milyen jó lenne, hogyha sokkal több képességgel rendelkeznél. Sokkal több tudással rendelkeznél. Nem volt? Gyerekkoromtól ez megvan bennem. Vágytam arra, hogy több tudásom legyen. És olyan képességek, amivel a legtöbb ember nem is találkozott. Olyan tudás és képe is megkaptam. De nem ezzel vágytam, hanem ezzel. Érted? Ez nem mond ilyesmit. Tehát inkább ez nem is vágy volt, hanem akartam. Érted? Vagy szerettem volna. Tehát most gondold végig, milyen. Nem voltak ilyen gondolataid valamikor életedben? Nekem rengetegszer volt egész életem folyamán, visszaemlékszem és emlékszem rá. De olyan képességek, ami másnak nincs. És ami több, mint az embereknek a képessége. Hát megnézed, embereknek vannak képességeik, főleg így, hogy foglalkozunk ilyen szellemi emberekkel,
És akkor azt látod, hogy megijednek, ha kapnak egy képességet. Mit tudom, elkezd mondjuk szellemeket látni, ugye a harmadik szemével, és akkor elkezd megijedni ettől a képességtől. Vagy elkezd, mit tudom én, hatni az anyagra csak a gondolat révén, érted? És megijed ettől a képességétől. Miért kell ezektől a képességektől megijedni? Csak nem szabad vele visszaélni. Ha az embernek van egy képesség, akkor éljen vele, és ne éljen vissza. Tehát itt vannak a lelki szintek, és ezeket a négyestől fölfele vagy úgy, hogy tudod elérni, hogy bevonulsz egy zárdába vagy egy kolostorba, négyestől fölfele, vagy itt a PPH-ban egy csapattal meg tudod csinálni. De akkor előbb-utóbb azokat az embereket, akik nem hajlandók fejlődni, tanulni. Hallod, András? Tehát akik nem hajlandók tanulni, fejlődni, emberek, azokat le kell morzsolni. Érted? Mert azok visszahúznak. Nem engednek fejlődni. Érted? És ha a munkád révén éled meg azt, hogy visszahúznak emberek, akkor azt a munkát is lassacskán abba kellene majd hagyni. Érted? Tehát hál' Istennek a tanulók szervezéséből lehet elég jövedelmet szerezni. És méghozzá hálózatépítés rendszerében. És ha bárkinek a hálózatépítéssel kapcsolatban bármilyen negatív dolog ugrik be, csak annyit mondanék neki, hogy ott emberek hozták létre azt az üzletet. És azért, hogy benneteket átvágjanak. Világos? Négy olyan szolgáltatást hoztam létre az elmúlt 27 évben, tehát négy olyan különböző szolgáltatásunk volt, amiben piacvezető pozíciót értünk el. A jelenlegi szolgáltatásunk is piacvezető. Ami annyit jelent, hogy nem átvágom az embereket. Ezáltal az embereknek nem kell csalódniuk. Most gondold végig, tanítom az etikát, és én nem tartanám be. Hát, szembe köpném magamat. Érted? És gondold végig, te hogy reagáltál volna arra, amikor téged akartak volna megvenni mondjuk 400 millió forintért? Eladtad volna magadat? Én nem adtam el. Érted? Tehát egy, és még ugye mellé lett volna egy, akkor, ez 98-ban volt, 8 év elején, lett volna még mellé, mert csak nem 300 ezer, mellé egy 300 ezer forintos fizetésem. Akkor. Nem adtam? Én nem vagyok eladó. Én tudom nekem, mi a küldetésem, mi a dolgom, érted, és haladok az utamon. Nekem azt mondanák, hogy ide leteszik a világ összes vagyonát, azt mondom, hogy menj a francba vele. Érted? Nem tudnának megvenni. Semmivel. Hát az én gerincem az nem gubiból van, mint a legtöbb emberé. Oké? Okay? Ugye hallottál már, ha hallottál különböző tanításokat, hogy minden embernek van ára. Nekem nincs. Oké?
Ennyi. Tehát én teszem a dolgomat, járom az utamat, és ennyi. Jó? És bárki, aki ezt akadályozni akarja, az a fentiek által nagyon pórul jár. Ezt csak úgy mondom. Jó? Mert ugye ezt megtapasztaltam nagyon sokszor, hogy akartak akadályozni, ezt úgy elsöpörték az útból a fentiek, hogy csak úgy fütyült. Jó, tehát miért? Mert gondold végig, hány olyan embert ismersz, vagy hány olyan szervezetet, ami azért dolgozik, hogy egy olyan társadalom legyen a világban, itt a Földünkön, ahol szeretetben, békében működnénk együtt és fejlődnénk. Ezt tudod, mit jelentene? Ez gyakorlatilag azt jelenteni, hogy a munka az 2-3 óra lenne az aranykorban, és a többi az meg a fejlődésed. Érted? Tehát 2-3 órát kellene dolgozni, összvisz. És a többi a fejlődésed. Tehát ha most jobban megnézzük itt a jelenlegi társadalomban, a jövedelmedet, ha kiszámoljuk, azt a jövedelmet, amit hazaviszel, az 2-3 óra alatt keresed meg. Ténylegesen. A többi az az állam és a munkáltatót haszna. Világos ez? Tehát ami annyit jelent, hogy körülbelül egy negyede az, amit te megkapsz ahhoz képest, amit ugye a háromnegyedét meg elviszi az állam, illetve a munkaadód. Ha vállalkozó vagy, akkor valamivel jobb az arány, illetve inkább úgy mondanám, hogyha céged vagy, céged van, mert ha vállalkozó, akkor nem, de ha céged van, akkor valamivel jobb az arány. Ami azt jelenti, hogy akkor körülbelül meg tudod azt csinálni, hogy az állami mondjuk a 40-50%, és a 50-60% pedig a tiéd. De az még mindig jobb, mint a 75% nem a tiéd. Világos? Egy ilyen világban élünk, ahol ez van. Tehát ami azt jelenti, hogy ha nem lenne elnyomás, és az elnyomás az elvonás is, világos ez? Akkor gyakorlatilag 2-3 óra alatt azt a pénzt teljes egészében megkeresnéd, amit most keresel. Tisztán. És az aranykorban ez lesz, 2-3 óra munkával fedezve lesz teljes egészében a léted. Világos ez? És az lesz, hogy a többi az pedig önmagad és mások fejlesztése. Tehát arról fog szólni. Mert mások fejlesztéséből legalább lehet annyit tanulni, mint az önmagad fejlesztéséből. Világos ez? Mondom, legalább lehet annyit tanulni. Sőt, még azt mondom, hogy többet is. De ezért nem értem azokat, akik mindig csak maguk fejlesztésén gondolkodnak. Jó, tehát úgy lehet a négyes szintől fölfele haladni, ha van saját csapat. Hány olyan szervezetet látsz a világban, ahol lehet saját csapatod? Hány ilyen van? Tehát saját csapatod. Tehát akik hozzád kapcsolódtak. Na jó, körülbelül ennyi fért bele itt az első részbe. Tehát még ide azért egy pillanatra visszatérek. Hol van? Itt van. Ide. Hogy tudod, mi lesz azokkal, akik nem hajlandók lelkileg fejlődni, tudást és módszereket elsajátítani az aranykorba kerüléshez. 2019, 12. december 23-tól a
aki elutasítja a lelki táplálékot, az nem akarja a lelki fejlődést, és ezáltal nem éri meg az aranykort. És csak annyi, hogy amint kinyilvánítja önmagában azt, hogy ő nem akar fejlődni, utána rövid időn belül kivonják a forgalomba. Tehát úgy nem biztos, hogy az emberek így megfogalmazzák magukba, hanem halogatnak. Tehát az ember hajlamos a halogatásra, ha megnézed. Az emberek túlnyomó többsége az halogat, halogat, halogat. És a halogatás az még nem egyértelmű válasz. Valaki egyértelmű választ ad, hogy ő nem akar fejlődni, akkor kivonják, ha csak nem elnyomó. Mert az elnyomókra még szükség van, ahogy elnézed. Miért? Nem kicsit van rájuk szükség. Ma az elnyomók azok, akik esetlegesen kihozhatják az emberekből a változást. Mert az elnyomásra az ember vagy kidugja a fejét, hát vagy hagyja, hogy elnyomják. Világos ez? És ugye ezáltal szükség van az elnyomókra. Tehát a legtöbb szellemi fejlődésben elindult ember előtte, mielőtt elindult a szellemi fejlődésben, kapott valamilyen elnyomást, és annak hatására indult el. Tehát például, csak mondok példát, ha betegségért minden betegség elnyomás következménye, ha baleset ér, minden baleset elnyomás következménye. Oké? Ha megnézzük, családi probléma ér, minden családi probléma elnyomás következménye. Ha megnézed, mi anyagi probléma, minden anyagi probléma elnyomás következménye. Minden. Visszavezethető valamilyen elnyomásra. Tehát az ember úgy működik, ha elnyomják, nem képes a gondolkodásra, ezáltal ösztönösen cselekszik, ezáltal hibázik, és ezáltal jönnek a problémák. Tehát nagyon egyszerű a képlet. Ha nincs elnyomás, akkor nincs hibázás. Világos ez? Mert ha nincs elnyomás, akkor nem kerülsz rossz állapotba. Ha nem kerülsz rossz állapotba, akkor meg nem hibázol. Ha meg nem hibázol, akkor nem lesz belőle probléma. Tehát az összes probléma, a baleset, betegség, családi, anyagi probléma, ugye ez a négy területben minden probléma besorolható, az mind elnyomás, nem közvetlenül értsd, közvetett módon elnyomás következménye. Világos ez? Minden. Tehát egy értelmes lényt, ha nem nyomnak el, akkor az értelmesen cselekszik. Világos ez? Tehát akkor cselekszik egy ember abnormális módon, hogyha előtte elnyomták. Világos ez? Na, úgyhogy, hogy mi lesz veled, az a te döntésed, mert szabad akarat van. De itt van egy közösség, ahol várunk szeretettel, ahol olyan tudást tudsz kapni, amit máshol úgyse fogsz megkapni. És nem bizonyos szegmense az életnek, hanem a teljes életműködésére vonatkozó tudást fogod megkapni. Köszönöm szépen a figyelmeteket, mindenkinek további jó tanulást, hiszen jön az önismeret coach képzésünk folytatása. Szeretlek benneteket, sziasztok!